Holnap 5 óra? Az tökéletes lenne. Rendben, ott vagyunk önöknél akkor 5 órakor. Köszönöm szépen, hogy hívott minket. Nagyon sokan túlbecsülik az öntözőrendszerek telepítésének költségét, holott ez egyszerűen egy anyagköltségrészből és egy munkadíjból áll, amely egy teljes kertépítés költség vonzatának csak a töredék részét teszi ki, így semmiképpen nem érdemes kihagyni a munkafolyamatok közül, mivel olyan kényelmi szolgáltatást nyújt, amivel időt, pénzt és energiát spórolhatunk meg magunknak. El is indulok a helyszínre, hogy felmérjem a részleteket. Sokan megkérdezik tőlünk, hogy mennyibe fog kerülni az öntözővíz, amelyet az öntözőrendszer elhasznál. Ha ilyen szép zöld gyepet szeretnénk, ehhez éves szinten körülbelül 300 mm csapadékot kell pótolni a természetes csapadék mellé. Ez egy 600 négyzetméteres teleknél, amelyen most is állunk, körülbelül 100 000 forintos költséget jelent, amennyiben vezetékes vizet használunk az öntözéshez. Ezért célszerű vezetékes víz helyett a kútvizet használni, így a víz és csatornadíjat megspórolhatjuk, hiszen a köbméterenkénti minimálisan 500 forintos, de bizonyos területeken, Budapest környékén is körülbelül 1000 forintos víz plusz csatornadíjat, még akkor is, hogyha almérőórát helyezünk fel, ezt megússzuk. A következő kérdés, amit a helyszínen föl szoktak tenni nekünk, az, hogy most mitől függ, hogy éppen 1000 vagy 1500 forintba kerül ez az öntöző rendszer négyzetméterre vetítve. Tulajdonképpen itt csak a terület tagoltságától függ ez, hogyha nagy méretű, egybefüggő területeink vannak, akkor az sokkal hatékonyabban, kisebb költséggel tudjuk betelepíteni szórófejekkel, mint hogyha apró, kicsi, szabdal területekből áll az egész kert. Ilyenkor természetesen négyzetméterre vetítve sokkal drágább lesz az öntözőrendszer. A másik tényező, amely az árat még befolyásolja, az a kert miensége, a talaj miensége. Hogyha egy rettentő köves, erősen kötött talajon, itt a budai hegyvidéken például dolgozunk, akkor nyilván nem számolhatjuk ugyanazt a munkadíjat, mint hogyha egy könnyű, laza homok talajon kell ásni. Az öntözőrendszer árát nagyban befolyásolja az, hogy milyen termékkel építjük meg. Alapvetően egy szakértelem birtokában nagyban mellé fogni nem lehet, tehát a legolcsóbb és a legdrágább termékekkel is jó működő rendszert lehet kiépíteni. Az egyes öntözőrendszer alkatrészek élettartamában van alapvetően különbség, tehát gyakorlatilag az általánosságban elmondható, hogy egy drágább termék adott gyártótól tovább bírja, hosszabb ideig üzemképes és kevesebb probléma van vele, mint adott esetben egy hasonló funkciót betöltő, de sokkal olcsóbb termékkel. A cégünk nem ragaszkodik egy adott gyártó termékpalettájához, inkább összeválogatjuk különböző gyártóknak azokat a termékeit, amik számunkra már beváltak, és hosszú ideig hibátlanul üzemelnek az öntözőrendszerben, így kevés karbantartásra szorulnak, és hosszú ideig ellátják a feladatukat. Szintén gyakran felmerülő kérdés, hogy mennyi időbe telik egy öntözőrendszert kiépíteni. Általánosságban elmondható, hogy egy öntözőrendszer 3-4 nap alatt elkészül, átlagos házi kertre vonatkozóan. Ez egy ilyen 3-400 négyzetméternél igaz, hogyha ennél jóval nagyobb a terület, akkor arányosan a telepítési időtartama is növekszik. Hogy milyen területeket érdemes öntözni. Igazából a kertben aktívan öntözött felületeket mindenhol el lehet látni automata öntözőrendszerrel. Vannak azonban olyan kivételes esetek, például olyan hosszú burkolatok alatti áthúrást igénylő apró kis területek, ahol mondjuk már nem érdemes ezt a berendezést kiépíteni. Minden egyéb esetben természetesen célszerű